Megtelt az összekötő útnál lévő bolt parkolója vasárnap reggel. Gyerekek, szülők és nagyszülők várták, hogy elinduljon a picúrfutam. Több olyan családdal is találkoztunk, akik nap mint nap sokat bicikliznek. Szoktunk rendszeresen ki a fürdőhöz járni, mi félúton lakunk a fürdő és Cegléd között, tehát ők azért nekik az ismerős ez a táv. Úgyhogy elő szokott fordulni, hogy onnan bejárunk biciklivel Óviba, a nagyobbikkal. Lassan, Bence! A népes csapat együtt indult, hogy teljesítse a távot. A programot a Ceglédi Első Sorkerékpáros Egyesület szervezi évről évre. A koronavírus járvány átírta az idei terveket. Úgy döntöttek, rövidebb távval, de meghirdetik a futamot. Az első év, hogy online regisztrációval próbálkozunk, hogy fel tudjunk mi is készülni a résztvevők számára. Online regisztrációban olyan 200 fő, és ott személyesen talán egy 60-70 fő. Szerintem a túra végére olyan 300 gyerek regisztrál. A jelentkezők száma felülmúlta az elképzeléseket, mondta Györe Szabolcs. A csapat az összekötő úttól a Budai úti fürdőig tekert ki. A szervezők frissítővel és kisebb ajándékokkal is készültek. Elsődleges célunk az volt, hogy az egészséges életmódra való nevelés, kimozdítsuk otthonra a gyerekeket a tévé elől, és a szülők számára bebizonyítsuk, hogy gyakorlatilag milyen rejtett energiák lakoznak a picikbe, simán megteszik ezt a távolságot mindenféle sírás is. Zokszó nélkül. A szülők mellett a gyerekek is nagyon élvezték, és mindannyian sikeresen teljesítették a távot. Nem fáradtam el, nem volt benne szerintem semmi nehézség. Ami nekem kicsit rossz volt, az, hogy lassan tekertünk. Gergő elárulta, ő nem csak szimplán biciklizik a mindennapokban, hanem különböző trükköket, ugrásokat is végrehajt a kerékpárjával. A futam végén mindenki elégedetten és jó hangulatban kerekezett haza.